Üdvözlök mindenkit, Necroxim vagyok, a jó magyar rassoljunk kod 4-ben, a Vacant nevű pályájú és Vakad nevű pályájú, ez egy személyes kedvencem nekem ez a pálya, aki mostanára erre a videóra szólok, hogy már a V betűnél jártam, igen, mostanra már végigmentem az összes kod 4 remasterben megjelent pályát, és tippeket adva, egy javaslatot adva arra, hogy hogyan rassoljuk végig ezen a pályán, egy rásmódszer, amit én a sok ezer óra alatt eltöltöttem a sima kod 4-ben, ezért oda is és ide is érvényesek ezek a pályák, fegyvereket, tippeket adok, illetve spawn rendszer taktikákat adok, és ja, hát vágjunk bele, srácok, Vakad, Isten, ez a pálya tényleg egyszerűen annyira megfogott ezzel a hangulatával neki, hogy nagyon, valami elsőre jól ment a játék rajta. No most, spawn a Vakad, hova szoktunk spawnolni ezen a pályán? Kérem szépen, ezen a területen, egészen abból a lyukból, és az az egyik legtipikusabb, oda egymásra szokta néha spawnoltatni a játék, az embereket egészen eddig a sarokig szokott spawnoltatni, az egyik legtipikusabb ugye spawnhely az ez, innentől egészen végig, bármelyik konténer mögé közé fogsz tudni spawnolni, sokszor ide berakaz az ajtóval szemben, ez valami katasztrofális. Hova szokott még spawnoltatni a kedves Vakad? Ide szokott spawnoltatni, ide szokott spawnoltatni, és oda is szokott spawnoltatni, és be abba a házikóba is szokott spawnoltatni. Nos, hova szokott még spawnoltatni a Vakad, ugye? Ebbe a területre, ide szokott spawnoltatni, itt előszeretettel le is fekszenek az emberek egy kis kempre, ugye ide szokott spawnoltatni, még a játék ebbe a sarokba is szokott, legalábbis a sima kod 4, ide is szokott néha, ugye itt ébredsz föl és kimehetsz már ide kempelni, szokott spawnoltatni még a játék, nagyon-nagyon ritkán ide is szokott spawnoltatni a játék, és ide szokott spawnoltatni a játék, és ez nem is annyira ritka eset, hogy ide spawnoltat a játék, és akkor el szoktak indulni a játékosok ebbe az irányba. Hogyan fordul a Vakadnak a spawn rendszere, és azt hiszem, hogy ez igen-igen lényeges. Na, lássuk csak. És hogyan fordíthatod meg te akarattal Vakadnak a spawn rendszerét? Ez is fontos. Mikor fordul a spawn? Vakanton a spawn akkor fordul meg, és csak akkor, hogyha itt vagy. Ha mind betetted ide a lábodat, még akkor sem mindig, ha itt kilőnek, te még mindig ki fogsz spawnolni. De, hogyha itt ki tudsz szedni, üresítod, csinálni ezt a részt itt egészen eddig a folyosóig, ha ezt üresre tudod lőni, akkor az ellenfelet ki fogja spawnoltatni, és hívhatod az airstrike-odat. Na most mi van akkor, hogyha meg akarod fordítani kint a spawn rendszert? Egészen el kell gyere, és el kell juss a kocsig, és akkor még mindig spawnoltat oda embereket, úgyhogy sokan lesznek, akit ki kell lőjél ebben a vonalban. És nem csak arra kell figyelnem, erre is, mert még mindig fog spawnoltatni, és amikor elértél ide, még akkor is leszpawnoltat oda egyet, mert ez a Vakad, nem tudom miért, de ezt csinálja néha, hogy oda is beszpawnoltad néha, legalábbis sima kod 4-ben, de itt is láttam már. Úgyhogy eljössz halál nyugodtan, és hogy kilövöd azt a tagot, na és hogyha már itt vagy, akkor már hajlamos beszpawnoltatni őket is, be is fogja őket spawnoltatni, és van akit be, de van akit ugye abba a sarokba spawnoltat, ahol most dobtam a gránátot, és azért érdemes ő rájuk is figyelni, hogy ott vannak. Most ez a Vakadnak a spawnrendszer, és így fordítja meg a játék ebben a tempóban. Na most, ha te bent vagy, és tudni akarod, hogy mikor fordult meg a spawn, ha te itt mászkálsz, és azt se tudod már hol vagy, de tudni szeretnéd, hogy éppen honnan fognak segbe lőni, akkor sajnos figyelned kell a társaidra. A társaid döntik el a spawn rendszert. Ha megnézed, ha ott többen vannak, akkor oda spawnolnak, és hogyha ott többen vannak a társaid, vagy már csak egy társad ott bent jár, és közel ugye ez a folyosóhoz, ami ugye itt van, akkor már megfordult a spawn rendszer. És akkor már tudnod kell, hogy te oda vagy oda mész, tehát így el tud dönteni a társaid, és te magad tudni fogod, hogy hova kell eldönteni. Na aztán jöjjön Vakadnak a tipikusságai, mert azért
Nagyjából a pálya határozza meg, hogy mit rásolsz. Inkább beszélgessünk arról, csipa, előszeretett csipa hely ez, ahonnan kiszednek a csipások, ez a kurva kocsi, bár, és akkor szoktak ide is figyelni, oda és oda, ez. A pró csipások azok, pif, tehát már, hogy ugranak, már lőnek, mert nagyon gizda vagyok, és itt is szoktak csipázni, hogy itt a lépcsőről, és SD csipások, ugye már jön ide és nézi, érted? TDM-nél is, Domination-nél is, Headquarters-nél is, Search and Destroy-nál is, Szabotásnál is, érdemes kezdésnél eljátszani azt az egyszerű tény, hogy ide befutok, elő a gránátot, süt, dob. Bocsánat, elkúrtam, tehát süt, dob. És bedobod ott, tehát be kéne dobni oda, hogy én is itt bénázok, be kell dobnod azon az ajtón. Érted? És akkor kérlek szépen, simán elkapsz 2-3-at, a mutka 4-et kaptam el. Látod ezt itt? Na most a kurva prók, akik nagyon prolédesek, a tetves gránátot fogják, és egészen innen bedobják azon az ablakon. Tehát azt se jelent, tehát fingom sincs már, hogy őszintén, hogy mekkora az a magasság, de nagyjából át ezen a izén fogják, és így bedobják egyenesen azon a kurva ablakon belsik, és ott landa az elemi között. Én nem bírom annyira jól bedobni, és most tudtam megtanulni, pedig annyit esdésztem, mint az állat, igazából, és most tudtam megtanulni, ezért bejövök ide, és bedobom azon az azon a szűk résen. Nos, a Code 4 Rush módszer, hát hol is kezdjem, bakker? Hol is kezdjem? Kezdjük úgy, hogy hát mit szoktam csinálni, ha oda leszponulok, akkor el szoktam jönni ide, attól függ milyen fegyverem van. Tehát, hogyha most egy ilyen MP5 van a kezem, akkor több más útvonalat választok, de hogyha mondjuk egy AK van a kezemben, akkor néha el szoktam jönni ide, és a kiérkezőket kilövöm, de akkor onnantól ide futok, és az ott lévőket megpróbálom kilőni, és akkor gyorsan még itt beszoktam így nézni, mert itt fedezve vagyok, arról a részről, ugye? Itt beszoktam nézni, hogy ki jön ott, és akkor szoktam átfutni ide. Itt lehetőleg úgy kell felugrani, hogy ne mászol a karakter, ne legyen a mászó animáció, és akkor beszoktam ide lőni. És akkor itt az első pont, ahol bemegyek, és elnézek arra, végigfutok erre, és akkor, ha nagyon magabiztos lövész vagy, akkor itt betérhetsz, és kilőheted azt, aki ott van. És ugye el szoktam jönni erre, kilövöm azt, aki itt van. Ránézek a radarra, és most itt a te döntésed, hogy ránézek a radarra, és megnézem, hogy hol jönnek többen. És a te döntésed, hogy mit csinálsz, hogy eljössz erre, és kilövöd azt, aki, és megpróbálsz a hátuk mögé lenni, vagy bemész a clusterfuckból, mert hogy egy P90-ed van, és itt befordulsz, itt már nem futsz, befordulsz, és ledarálsz, akit itt találsz, ezerrel, de itt persze itt hátba lőhetnek azon a kis részen, tehát itt befordulsz, és és akkor futás, és itt így egy kicsit zoomolva, ugye emlékszel, a camper, aki ott van, és legugol, ugyebár, legugol, és föl, és kiszedem, és hogyha a radaron látsz piros fényeket magad előtt, akkor lőj át ezen a falon. Tehát kettőig ne gondolkodj, ha ott látsz egy vonalba magad a piros falat, lőd le a picsába. Na, lőj át a falon, gond nélkül. És akkor át lehet futni oda, mert itt már úgyse lesz senki, addigra már kiszpónolnak, itt kijössz, és a csipás vagy, akkor itt kiszeded őket, ha nagy szerencséd van, de én egészen idáig kiszoktam jönni, és akinek van FPS-e, jó gépe, jó monitorja, minden, akkor innen úgy kempeli ki azokat, akik ott vannak, mint a Switzer, de akinek nincs FPS-e, az Google-ba kell végigjön egész eddig. És akkor innen egész kényelmesen ki lehet szedni az ott jövőket, mert jönni fognak ott, és akkor egy adott pillanaton, hogyha ott kiszedtél, vagy nincs ott senki, így, ez a mozdulat kötelező szinte ezen a részen, így, de ha nem vagy elég magabiztos, akkor át kell futni a rákba, és meg kell fordulni itt föl, és akkor így. Mert van, akinek ez a mozdulat kényelmes, de ez a mozdulat, ez nehezebb, mint ez a mozdulat. Időben ez könnyebb az embereknek, mint ez. Szóval, tehát kétesen, ha magabiztos vagy,
vagy átfutsz, és ha szerencsére nem lőnek le, és akkor ki, és voilà, c'est fini, lelövöd, akit le kell, lelövöd, akit le kell, eljössz, lelövöd, akit le kell, eljössz, és lelövöd, akit le kell. Radar eldönti, hogy mostanra megfordult-e a spawn, és lesznek mögötted, vagy sem, de itt ugye sokan kirásolnak, ki lehet, ha ő maga biztos vagy, és kilövöd, akit ki kell, vagy egyszerűen csak eljössz ide, megbújsz, és innen szedett ki őket. És akkor megvan az esélye, hogy kiugorj, ide elgyere, és innen kiszedd őket, ha kiszedsz egy-kettőt, már is fordíthatod. És aki itt van, ha maga biztos, hogy ki tud szedni, ha nem, akkor szépen jössz óvatosan, és le fogod tudni őket lőni, remélhetőleg. Nos, ez lett volna az egyik módszer. A másik módszer az, hogy tehát ez mind radar dönti el a kiindulási irányokat, az ugye előszeretettel jönnek ide, itt egy jó kis fegyverrel legugolva lehet kempelni, de utána nem bemászunk ezen a kurva ablakon, és eljövünk erre anyám kénye, mert itt, tudjátok, mit hajlamosak csinálják, följönnek ide, itt kempelik azt a pontot, és utána gyorsan bemásznak, és tudják, mindenki tudja, hogyha ezen a folyosón vagy, halott ember vagy, aki kinéz az ajtó, halott ember, és ezért bemásznak gyorsan, és futnak erre, és mit nem csinálnak, nem figyelnek arra az ajtóra, mert hogy gyorsan be akarnak ide érni, hogy ne lőjék le őket. Na de addigra az, aki ott van, észreveszi őket, hogy ők ide befutottak, és már itt fogja őket várni ennél a kurva ajtónál. Szóval nem azt csináljuk, ezen az ablakon bejövünk, mert ez maga a halál. SD-ben megteheted, mert ott kevesebben vagytok, anyám kínja, mint hogyha lehet a Condini Masterben nagyon esdézi, de ugye itt kilövöd, akit ki kell lőni, és összeszerűen menj el erre, és itt is vigyázol, fölmászol ide, igazából, és megnézed ezeket az ablakokat, és akkor eljössz erre, és miközben azt az oldalt figyelsz, megnézed még ezeket az ablakokat, az, aki ott van, nyugodtan ki lehet lőni őket, és akkor ahogy jössz erre, befordulsz befordulsz, és itt necces, ha látod a radarom, hogy ott van valaki, tehát én régen voltam annyira ügyes, hogy kifordultam, és azt az embert, aki ott volt, le tudtam lőni most arra, ugye már, hogy nem Isten, mert basszott nagy monitor előtt ülök, így aztán nem tudom megcsinálni, ezért gyakorlatilag vagy átfutok, és akkor visszajövök erre, és kikempelem, aki ott van. Ebben az esetben megint kikempelem, aki ott van. Vagy ha nincsen senki a radaron ott amögött, akkor jövök, és núzumban ide, egyszer, ide, kétszer, és akkor esetleg be tudok fordulni. De ez egy tök kockázatos lépés, csak ilyen rásőrülteknek ajánlom, mert hogyha egyszer bejön, ha ez bejön, és ezzel az oldalon ugye nincs senki, kiszedsz mindenkit arra, és itt be tudsz jönni, úgy elkapod őket a hátuk mögött, mint a szart. Az igazság. Na de, hogyha ezt az utat választod, akkor kiszeded azt, aki ott van, paf, és eljössz erre, és innen kiszeded azt, aki ott van, futsz, és kiszeded azt, aki ott van, de már nézed a radart azért, aki ott jön, és eldöntheted megint csak, hogy erre, avagy erre akarsz elindulni, és kiszedni őket, ha nem fordult az pont, de nagy valószínűséggel még nem fog. És akkor, hát tényleg, ha már egyszer itt jártál, akkor hogy te most menj el erre, és szedd ki, akit itt vas. Én itt jövök a fal szélén, mert hogy aki itt jön, ezzel az oldalon helyből azt nézi, értem? Azt az oldalt nézi, őket akarja kikempelni, azt az ajtót nézi, de te még megúszhatod, hogy a figyelem hirtelen rád irányuljon, ezért itt jössz, kiszeded, akit kiszel, nózumban jössz, itt végig nózumban jössz, vigyázzal a flashbangre, a gránátra, valami, végig nózumban jössz, kiszeded, aki ott van, ott szoktak néha kempelni, arra nagyon kell vigyázni, és sötét is van, nem nagyon látod, ezért ahogy jössz, látjátok, pont oda esik a célzókat, tehát ki tud azt szedni, bejössz, és kiszeded azt, aki itt van. Na most ilyenkor trükkös játékosok vannak, itt várnak.
Úgyhogy ez egy ilyen bazmeg kategória szokott lenni, nem nagyon tudsz vele mit csinálni, az az igazság. Esetleg egy flashbanget tudsz neki dobni annak az oszlopnak, és az igazság az, hogy őt itt meg fogja bánni. Szóval ez itt hatalmas kockázat, de akkor szoktam ezt csinálni, hogy így jövök, és megpróbálom azokat kiszedni, akik ott vannak. De hogyha radar alatt futok, egy radar jammerrel, vagy valami, hangtópítóval, vagy akármivel, akkor őket még nem szedem ki. Ha nem azzal futok, akkor kiszedek, megpróbálom őket kiszedni, és hogyha őket kiszedtem, akkor ugrok. Gyakorlatilag ugrok, és megpróbálom kiszedni azt, aki itt van, és itt hátul futok el, mert ide beszpónoltathat még mindig esetleg a játék, vagy ott egy leragadt kemper, vagy valami, és akkor eljövök itt így ide, innen, ide, így, de frankon ide, és kilövöm az adott tagokat, akik itt vannak, és voilà. Ha netán ide spawnolnál, ezt az ajtót felejtsd el a rákba, meg se próbálj itt lőni akárkire, de tényleg. Tehát onnan az ablakból úgy ki tudnak kempelni, mint a foshúgy. Csak akkor van esélyed innen kiszedni bárkit, hogyha fut azon a folyosón. És itt el kell jönni, ugrani, mint a hülye el a francba, és akkor eldöntheted, hogy arra indulsz el, vagy kockáztatsz, és itt erre akkor már be ezen az ajtón, kiszeded, akit ki kell itt szedni, eljössz erre, és kiszeded, akit ki kell szedni. Nos, srácok, nem ennyi lett volna vakant, és eléggé komplex pálya, úgy gondolom, sok játékra ad lehetőséget. De ezek voltak így a leglényegesebb dolgok, amiket én észrevettem, hogy itt egy mozgás kultúrával kapcsolatban érdemes megjegyezni vakkonta kapcsolatban, és ugye egyben ez volt az utolsó CON 4 remastered pálya is, ami jelenleg kint van, hogyha kijön a többi DLC-s pálya is, akkor fogok azokról is csinálni különböző videókat. Shipment volt az egyetlen pálya, ami kimaradt. Hát ahhoz különösen magyarázat nem kell, az a pálya egy egyenes méret clusterfuck. És a Shipmentnek az egyetlen trükkje, te légy az első, aki behívja az airstrike-ot. Te légy az első, aki behívja az airstrike-ot, és akkor győzött a csapatot, győztél, és anyám kinyom. Ha nem te vagy az első, aki behívja az airstrike-ot, vesztettél. Tehát ennyi a Shipmentnek a lényege. Srácok, köszönöm a figyelmet. Remélem tetszett ez a sorozat. Bármilyen tippek lennének, amire kíváncsiak vagytok CON 4-jel kapcsolatban, vagy CON 4 Remastered-nek kapcsolatban, akkor komment szekcióban lehet hagyni, Facebookon lehet írni üzenetet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!